A korábbi munkaügyi központ épületébe kalauzolt el minket Molnár László igazgató, a Varga Katalin gimnázium közvetlen szomszédságában álló intézmény a benne működő hivatal költözése miatt üresen állt. Szeptember 1-től viszont már gyerekek járnak ide, hiszen a gimnázium használja, jelenleg 6 tantermet alakítottak ki. Ez nagy segítség számunkra, hiszen korábban a úgynevezett technikaházába jártunk át évekig órákat tartani. Ott 3 termet kaptunk, itt most a mellettünk lévő telephelyen 6 tanteremben folyik a tanítás, tehát ez nagyban segít a zsúfoltság csökkenésében. Az épületet és a termeket még nem lakták be teljesen, de még csak a 3 üteműre tervezett beköltözés és átalakítás első fázisában tartanak. Jelenleg a földszinten vagyunk, ebben a teremben alakítjuk majd ki az énekzene termet, de most a dráma feltételei állnak rendelkezésre. A termeket használt bútorokkal rendezték be, jelentős részük a Szegő Gábor általános iskolából érkezett. Később új eszközöket vásárolnak, és a 2 épület közötti közvetlen átjárást is megoldják. Ennek ideje az anyagi források ütemezésétől is függ. Mivel évközben vagyunk, és a költségvetési év az ugye megtervezésre került korábban, ezért értelemszerűen ebben a naptárévben nagy támogatásra nem számíthattunk. Nyilván kisebb felújítások ott történtek, ennek örültünk, és várjuk azt, és a források valószínűleg biztosítják is majd ezt, hogy 2019-ben erre több pénz lesz, tervezett pénz, illetve utána a következő évben meg még több. Nem csak az új épületrészre volt, illetve van szükség, hanem már régi álom egy új tornaterem is. Ennek forrásai még nincsenek meg, bár lehetőségek körvonalazódnak. Addig is az aulában kihelyezett urnába várnak fel ajánlásokat az intézményben, már 10 millió forintot összegyűjtöttek.